Mehetünk, srácok? Na, megyünk. Gyorsan sietünk haza, mert otthon készen van a tökfőzelék. Anyátok most írt az SMS-t. Sietek. Éhes vagy? Mindjárt hazaérünk, Ne aggódj. Fáj a fejed? Nem, nyugi. Teljesen normális, hogy a korlát mentén megyünk, és szikrázik az autó. Ezt csak azért csinálom, mert tudjátok, a Covid miatt elmaradt a tűzijáték, nem tudtuk megnézni, emlékeztek? Nem tudtuk megnézni a tűzijátékot, nagyon sírtatok is. Nem tudtuk megnézni. Na most, itt az alkalom, ez a tűzijáték, figyeljétek. Mutatom. Ott is van a tűzijáték. Ugye milyen jó? Kicsit ráz az út, de belefér. Ne menj a falnak! Mi? Jaj, éget a szikra, kisfiam! Na, ajaj! Az baj! Nem szeretetek főzeléket, menjünk a Mekibe, de nem! Fogd be a szádat, kisfiam, mert nem fogunk a Mekibe menni! Nincsen pénzünk, nem látod, milyen szar autónk van? Össze-vissza kell menni itt! Nem elég, hogy még az út is szar, meg csúszik, még itt felbaszod apádat. Kajakra mondom, megállok, jól megiszom a pálinkámat, megint be kell basznom, mert fölkursz! Ki foglak rakni? Pov, Herbie az apád. Akkor, mi? Mama sütött sütit. Mama lehet, hogy sütött sütit. Mama csinált, de még nem megyünk a mamához, mert nemrég voltunk. Nyugi. Először hazamegyünk, meglátjuk, följük a mamát, megkérdezzük rá erre, elmegyünk. Lehet. Apa, szomjas vagyok. Jó? Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Álljunk meg. Na, gyere, kisfiam, szállják ki! Térdeljél le! Mis ki a szádat? Erre van szó. Elmegyünk megnézni a budai várat, srácok. Elmegyünk megnézni a budai várat, jó? Kicsit csúszik az út, de ne aggódjatok. Ez majdnem olyan, mint egy hullámvasút. Jó, mikor gyorsan megyek? Tetszik? Remélem jó. Próbálok gyorsan menni. Apu kocsit hajt, apa gyorsan hajtasz. Mi ez a szellemautó? Az nem, az igazából anyátok. Le akarom előzni. Vagy hát igazából nem. Bele akarok menni hátulról, hogy nekicsúszson a szalagkorlátnak és megdögöljön, mert megcsalt engem a Pista bácsival a szomszédból. Egy kibaszott kurva az anyátok, szóval most kurvára neki fogok menni. Ha nem kapok meg itt, megeszlek téged, apa, figyelj, muszáj. Jó, tud, jó, menjünk. Egyet fenne, ki mit kér a Mekiből? Menjünk akkor a Mekibe. Dino Nuggets. Az a baj, hogy dinós. Figyelj, tudom, te vagy a legkisebb, mint szereted, hogy dino formára van vágva, de el kell mondjak valamit. Csirkéből van, nem dinóból. Szóval, tökre mindegy, hogy miért kérsz, csak... Nyugi! Jó, a sima miért nem jó? Most mondd, légy szíves! Éva, szóljál már rájuk! Már nagyon elegem van! Hát, nem is tudom, hogy mondjam el, még nagyon hülyetelek vagytok ezt, de... A papa elment. És most elmegyünk a temetésére a papának. De gyorsan oda kell élni, mert késésbe vagyunk. Elélvezett. Nem! Nem! Nem élvezette! Fogd be a szádat, te! El kell rontani még ezt is! Utálod, megállok, úgy elfenekellek! Hallod! Fú! Egy ilyen pillanatot, ilyen fasságokkal el tudsz rontani, te! Degeneratív idióta balfasz! Ezért téged utálunk a legjobban! Te vagy a legkevésbé kedvel gyerek, már azt várom, hogy költözz el az Isten faszára, és soha többet ne lássalak. Oma, énekeljetek, srácok! Nincs néma csend a papa emlékére! Ott, ahol szenvedni jó... Ott, ott... Baszd meg, neki mentem a falnak. Látjátok, ezért kell figyelni a kormányt, nem énekelni. Na, itt a parkoló. Hát nem jöttek el túl sokan a papa temetésére. Még nem is tudom, hogy ki akarna eljönni egy 80 éves alkoholistának a temetésére, aki fiatal korában abból kereste a pénzt, hogy öreg nőket kurt. Este van, srácok! Tegyünk a lagziba, jó? A szomszéd Pista bácsinak és a lányának, Julikának most van az esküvője. El kell mennünk oda. És viszem a gyerekeket is magammal, mert nyilván senki nincs erre vigyázott. Papa meghalt, papa nem vigyáz rájuk. Szóval muszáj elvigyem a gyerekeket is magammal.
Repülővel megyünk, tehát a reptérre kell mennünk. Disneylandbe akarsz menni? Nem megyünk Disneylandbe! Miért mennél este Disneylandbe? Basszol, hogy megvén fasz... Ne! Hallod? Hogy beszélsz apáddal? Odaérünk, akkora... Fú, akkora maflert fogsz kapni, hogy az egész lagzi rajtad fog nevetni. Mindenki minket fog nézni. Ezt akarod? Mindenki előtt! Szigorúnak kell lenni ahhoz, hogy... Ti is szigorúak legyetek, vágjátok? Szigorú a test! Kis pénz, kis faszi! Ezt a puskás mondta. Tudjátok, ez a puskás? Benne van abban a szar játékban, amit a Benzus játszik mindig. Valamik, izé, abban vannak ilyen Cristiano Ronaldo, meg ilyenek is benne vannak? Na, abban benne van. Focista. A csávó a Fortnite-ban. Kisfiam, add ide ezt a telefon. Nem kell az most neked. Add vissza apának a telefonját, mert megint ezeket a hülye Fortnite-os videókat nézed. Már mondtam ezerszer, hogy ne nézzél ilyeneket már. Ezerszer meg lehet mondani, hogy ne nézed ezeket a videókat, és mindig ezeket nézed. Már nagyon elegem van ebből. Elmondom az igazat. Nem akartam elmondani, nem a lagzira jöttünk. Igazából. Azért jöttünk ide a konténerekhez, meg az emberekhez, mert itt adják a kokaint. Itt adják nekünk a kokaint a reptére. Rakodók telepem. És ezt tovább kell adnom. Mert valamiért, valamiből kaját kell tennem az asztalra. Azt hittem el azt minket, apa? Nem, dehogy is. De kellett vigyek hát, embereket is magammal, hogy lássák, hogy többen vagyunk. Tehát plusz biztonságérzet, hogy veletek van apátok. Miről az AK-26 rappel? Hát a kokainról nem tudom, hogy rappeltek-e. Nem ismerek ilyen kis csicska gyerekeket. Én csak izéljétek, én... Mi időnkben még normál zene volt, tudod? Mi időnkben még Ugly G-t hallgattak az emberek. Ugly G-t, érted? Nem ilyen Mr. Basztát, meg ilyenek ilyen... Izé... Kijelölte magát, nagy rappernek, meg királynak, meg izének. Baszkit. Látod, ez itt a probléma, hogy nem tudjátok ki ez az Ugly G. Egy igazi legendáról van szó. 8. kerületet uralták? Miért megy neki mindennek? Azért legyen mit kérdezned. Légy szíves, ne kérdőjelezd meg a vezetésemet. Tudod mit? Jó, oké, szálljunk ki. Jó, vezessétek akkor kisfiam. Gyerünk. Mutasd meg, hogy tudsz. Ja, de apa, nem tudok vezetni. Na látod? Elütsz mindenkit, bazd meg. Erről van szó. Ezért nem engedem, hogy te vezessél. Ezért vezetek én. Jöttök Ice-teát, ott van a csomagtartóban. Eléred? Hátsó ülésre, át tudsz nyúlni, nem? Kapcsolj valami GVM-et. Figyelj, én kezdem a rádiót, amikor anyátok vezet, akkor lehet, hogy ő megengedi, hogy a rádió ti kezeljétek. Én nem engedem, szóval ne kérjétek ilyen hülyeségeket, hogy GVM meg mi is, meg kajakra mondom, pofáj lesztek verve. Hátul egymásra verték a faszukat, most mi legyen? Na figyelj, először is ne beszélj így másodszor meg imikkel, vett ki a Gábor faszát a szádból! Mit csinálsz? Normálisan viselkedjél, hogyha megyünk. Na. Tankcsapda az jó! Tankcsapdát a szeretem! Tankcsapda, menjünk! Tankcsapda, mehet! Most úgy összem oda az ülés, de miért?! Akkor legalább miért nem a szájába húgy aztán, mert úgyis beleraktad, te idióta! Petike, szomjas vagy? Oroszországban vagyunk! Vladimir! Kisfiam! Légy szíves! Adod a bontatlan vodkát a hátsó ülésről, mert elfogyott a bontot! Légy szíves! Köszönöm! Itt van az a kis dagad, geci. Elkapjuk hát egy küldős egy számot. Na dagad, geci. De dagad, geci, ne kerélj számot, mert... Fú... Vezetek. Mi ez a berúgás? Az amikor... Hogyan mondjam? Na, várj. Emlékszel arra, amikor megvertem anyukádat és bezártalak a szekrénybe, aztán lehugyoztalak? Erre emlékszel, ez megvan? Na, az a berúgás. Miért vagyok mindig berúgva? Azért... Mert a házi pálinkát valakinek le kell tesztelnie. És a szomszéd Pista bácsi mindig nekem adja, hogy teszteljem le. Azt le kell tesztelni. De emellett még a saját házi pálinkánkat is le kell tesztelni. És még a Jani bácsét is megveszem, mert az meg finom. Szóval muszáj. Emellett, amikor nézem a foci meccset, nyilván kell egy kis sör is. És amikor megnézem például a Forma 1-et, Amit mindig nézek, és fú, múltkor is, mikor Kristófka fogta magát, és azt mondja, lehalkítja a tévét. Hát nézem, ember! Nézem a tévét!
lehalkítja. Érted, lehalkítja. És mondod, hogy mi halkítod, hát nézem! Jó, meg is vertem. Mi kell lehalkítani a tévét, ha nézem a Forma 1-et? Azt mondja, hogy nem aludtál! Nem aludtam! Nagyon jók vagyunk. Igazából még lehet, hogy befejezni meg is akartok megint megkizni. És hát az előbb sem mentünk meg kibe. Csak azt mondtam, mert hazudtam, de... Nem akartok már megkizni. KFC. Na jó! Valaki ezt akar, valaki azt akar, most nagyon elegem van. Egyszer mondom, hogy elmenjünk Mekibe, és akkor meg azt mondok, hogy KFC-be akarsz menni. Mit képzelsz magadról? Na döntsétek el most azon, hogy hova menjünk. Beszéljétek meg egymással.